Sziasztok! Végéhez ért a Sharpop Jacks. Láttuk az utolsó epizódot, ami sok-sok választ hozott magával, megoldotta ezt az egész történetet, bár nem úgy, ahogy vártuk. Úgyhogy most következik a kibeszélő, és röviden ismertessük azt, amit ti is láttatok, ha úgy nézitek meg ezt a részt, remélhetőleg, hogy már láttátok az utolsó epizódot. Szóval a helyzet az, hogy kiderül, de csak a legvégén a résznek, ugye, hogy kik a gyilkosok. Azt hiszem, hogy az egész rész hagy minket abba, amiben szerettünk volna megpihenni, hogy az anyuka, ugye az Adóra a gyilkos, aki látjuk, hogy meg akarja ölni a Kamit, és aztán végül is elkapják, kiderül az a bizonyos szindróma, amiről a Gyuri itt részletesen beszélt legutóbb, ugye a Münchhausen szindrómáról, akkor látjuk, hogy mit tett a lányaival, úgyhogy úgy érezzük, hogy megkapta a megérdemelt büntetését, azt gondolom, hogy ez egy jó pont a történetben. Aztán Kami elmegy a lányjal, elköltözik végre ebből a településből, amiatt azt gondolom, hogy egy ilyen horror település, és aztán nyugvó ponthoz érkezne a dolog, amikor is látjuk, amit látunk, a fogtündér országát. És hát igen, és kiderül, hogy itt a Hunyó az a kislány, és ráadásul még az ők deszkás barátai. Egyébként az internet... Deszkás, Görkor is. Vagy Görkor is, bocsánat, elnézést. Nekem ez egy társadalmi réteg. Annyit hozzá egyébként, hogy az internet népe, vagy ahogy én láttam a kommentekből, nem olyan nagy elégedettséggel követte ezt a fordulatot. Pedig szerintem ez egy marha jó rész volt. Tehát végre kaptunk egy részt, ami... Ez természetesen nem tetszett nekik, hogy ez a gyilkos a csaj, illetve az, hogy a... Hát legalábbis nem várta szerintem senki ezt senki. Így. Kicsit az volt a benyomása az emberek nagy többségének, hogy ez a sok űró semmiért. Tehát, hogy sokat vártunk, és hogy ez a megoldás. Nem tudom, én még nem döntöttem el. Én megvárom, hogy Gyuri véleményét. Te még nem döntötted el, hogy ki a gyilkos? Nem. Nem döntöttem el, hogy mi a véleményem erről. Úgyis tudjátok, hogy akik nézték az eddigi beszélgetéseinket erről, hogy egy kicsit azért fenntartásokkal kezeltem ezt a sorozatot. Túlságosan elborult volt nekem. Ez egy kérdés, hogy most akkor az Adoráék vajon tudták-e az Emmának a kis visel dolgait? Mert szerintem egyébként tudták. És ez megmagyarázná azt, hogy az Miért Adóra... Miért megmérgezni? Nem, hanem ez megmagyarázhatná... Nem, az Adórának az agymenése. Csak mert lehet, hogy azért akarja meg, azért akarta. Nem, hát, ja, mert hogy... Hát ki tudja? Lehet, ennek semmi értelme. Hát nem, de most... Minden esetre az Emmának a szervezete szemlátomást idővel hozzászokott a fagyálló és a patkányméreg különös keverékéhez. Hogy ez, hogy a kórházban, hogy az ő teste hozzászokott. Egyébként ezt a Gyuri ki akarta próbálni magán. Igen, ezért ilyen véres a szemem, kipróbáltam egy kis patkánymérget, kakaó barátom. Hát az ő szervezete is hozzászokott. Hát nem. Igen. Na mindesetre szerintem tudnia kellett azért az Adórának ezt. Most ott építette a fogakból a kis házat, és azt tudod, vagy a háznak a padlója, de tudod miért, mert az Adórának, azt hiszem, vagy a hálószobája, vagy a nappalia az elefántcsontból van. És ez annak a mintája. Leképezése bizony. Különben ennyi fog lehetett ott, ez hülyeség, tehát nem lehetett ott annyi. Én 60 is soknak véltem. Tehát, fogat szedtek ki. Stilárisan több volt, vagy lehet, hogy ez arra utal, hogy megöltek rohadtul sokakat is, akiket aztán nem találtak meg. Hát igen, szóval az Emma az egy szörnyszülött lett. Az. Teremtették ezt a lányt, tehát hogy azért az Adóra teremtette az Emmát, és az Adórát is szemlátom, azt az anyja teremtette. Ő is mond egy-két ilyen nuggetet, hogy neki milyen volt a gyerekkora. Átörökített a bűn. Viszont, tehát hogy jó, most ez nem azt mondom, hogy bármilyen szinten is fel kell ezeket az embereket menteni, de mindesetre itt legalább rá tudsz mutatni, hogy mi az, ami oda vezet, hogy ezek így megőrülnek. De mi a helyzet a két barátnővel? Két barátnő anyja nem szenved Münchhausen korban, tudtommal. Nem hiszem el, hogy itt semmi morál nincs, semmilyen gátlásuk nincs, ők megölnek két lányt, illetve egyet azt hiszem, csak az egyiknél vannak ott. És az se zavarja őket, hogy az Emma ott kiszedi a fogokat, tehát hogy... Csak fiatal társaságokban néha azért tényleg észre lehet venni, különösen ugye ebbe az életkorban, nyilván nem ilyen szélsőséges szituációban, de hogy ez a csoportdinamika azért elviszi őket ebbe az irányba. Szóval könnyű behűíteni egy gyereknek két másikat, hogy csinálnak valami ilyesmit. Gondolj ugye a mostani horror kapcsán arra, hogy a valóságban is mi történt, a Slenderman kapcsán ugye, hogy ott... Tehát, hogy nyilván, én szerintem mindig kell legyen valami a háttérben. Én hiszem azt, hogy van egy egészségesen nevelt gyerek, akkor az nem nagyon tesz ilyet. Jó, hát igen, ez van itt a háttérben. Tehát itt nincsenek egészségesen nevelt gyerekek, semmiféle, ezek nem lettek szocializálva, ezeknek nincs vallása. Én nem hiszem el, hogy bármi ilyen itt munkál. Tehát, hogy itt van ez a két lány, itt van az Emma, itt van az a lány, aki
aki feldobja a pasiát csak azért, hogy bekerüljön a hírekbe. És nem is az, hogy feldobja, hanem hamis tanúzik lényegében. Mm. Érted? Arról nem is beszél, hogy az egyik megölt lány az állítólag egy tollért kiszúrja egy másik lány szemét egy másik városba. Mi a szar? Itt mindenki ilyen elmebeteg. De hogy ezt egyébként a korábbi epizódokban már tapasztaltuk. Nem, most, amit a Gyuri mondta, van érdekesség tudnilik, azért ez a sorozat több részben is sugallta, hogy a Wingepi nők, azok bizony egészen áspis kígyó nyomán írtják a körülöttük élőket, vagy annak a mintájára. Hát én nem tudom, furcsa, és viszont az egy szép dramaturgia, hogy a központban lévő női szereplő, a Camille, aki egy sokszorosan sérült valaki, alkoholista, testét szétfagdosta, végül is ő az egészséges. Azt hiszem. Igen, és tehát, hogy az is tök jó, amit mond, hogy felveti magának ezt a kérdést, hogy most vajon azért akarok segíteni az ammának, mert hogy az anyámnak ez igen, a betegsége bennem van, vagy pusztán úgy mondja a filmben, hogy jóságból, de inkább mondjuk azt, hogy szeretetből. Ja. És aztán mondja, hogy inkább szeretetből, és erről eszembe jutott az, amit mondtál a na, True Detective kapcsán, hogy a film, ez ugye a film majdnem végénél volt, ja, és akkor erre gondoltam, hogy na hát akkor mégiscsak a szeretet áll nyerése. Fény, igen. De aztán rájöttük, hogy nem. Nem. Csavart egyet a dolog rajta. Ez ugye a post-creditbe, vagy nem tudom, hogy mondják ezt ugye ott a film végén, lehet ezt látni, érdekes elhelyezés is egyébként. Még egy pillanatra visszatérve arra, amit mondtál, azért, hogyha visszagondolunk a 8mm című filmre, hogy ez a Nicolas Cage-nek egy dicsőségesebb időszakából való alkotás, amikor még így nem aprózta el a tehetségét. Szóval ott az a sorozatgyilkos a végén, amit mond, az nagyon érdekes, mert mondja ugye a Nicolas Cage-nek, hogy szeretnéd most azt gondolni, hogy nekem nem volt gyerekszobám, hogy vett az anyám, az apám, az durva mély, és akkor mondja, hogy nem, semmilyen nem volt. Teljesen szerettek, normálisak voltak velem. Szóval visszatérve még az előző gondolatunkra, azért lehet, hogy van egy csomó olyan ember is, aki egyébként nagyon normál körülmények közül való, nincsen semmi, ami azt implikálná, hogy akkor ő gonosz legyen, sorozatgyilkos legyen, szemeket szúrjon ki, aztán mégis. Hát persze, nem tudom, lehetnek törések, nem? Hát a franc se tudja. Mindenesetre a filmnek egyébként az eleje a legerősebb, vagy résznek az eleje. Ennek amikor, megérkezik oda, és ott az egész vacsora, az igen, annyira igen, feszült, igen, mint az állat. Ja. Tök jó, hogy a Camille mered az anyjára. Húj, te, az igazi horrorfilm a vége. Igen, ebből is lehet látni, hogy ez leírva magába ragadó lehet. Biztos. És egyébként nyilván Jean-Marc Vallée-nak a tehetsége, hogy megragadja azért időről időre ezt, mint ennél a jelenetnél is, csak szerintem az egész sorozat, így visszanézve a 8 része... Nem volt elég rejtélyes. Igen. Tehát az a baj, hogy az elején van egy ilyen kérdőjelek vannak, igen, de nincs nagy rejtély, nem, tehát olyan lassú az egész lassú sorozat is. Nem jól lassú. Igen, mert igen, hogy többször említettük már nektek, hogy a Gyurival azért mi szeretjük azt, ami jól lassú, csak most itt lehetne egy hosszú sort mondani filmekből. Igen, ez nem volt mindig ilyen. És hogy miértől az Emma igazából, az Emma az oka annyira piti, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy ő egy ilyen mama kedvence, és ugye mentorálja azt a két lányt, elvileg az anyja, és őt ez zavarja, és ezért megöli őket. És egyszerűen féltékenységből öl. Ez semmi más ok nincs. Egy gátlástalan állat, aki féltékenységből öl. Viszont... egy éjszakai ragadozó igen, az Emma. Igen. Gondolom a legtöbbször ennyi, nem? Ennyi jó, csak az ember nem feltételezné egy 16 éves kislányról, hogy... Hát ez az a léleknek a sokszínűsége, rétegződése, amit nem tudunk látni sokakon. Szóval sok ember olyan külső elnézése, mint egy fa, és hogy nem látod, hogy belülről milyen féreg rágja. Hát ez azért viszont valószínűleg gyakori, csak nem mindig mutatkozik meg ilyen extrém cselekedetben. Talán egyébként az egyetlen gyenge pontja így a tartalmilag a filmnek az, hogy ez a két lány, aki segített, ezeken nem látod azt, hogy ők bár kicsit is tartanának a következményektől. Mert azért pláne, hogyha többen követnek el egy gyilkosságot, úgyhogy hirtelen felindulásból vagy valami, akkor azok azért pánikolnak, tudod, meg egymást ezt hivogatják, hogy beszéltél a seriffel, mit mondod, tudod? Ja, hogy, és ennek semmi nyoma nincs. Szándékosan azért, hogy ne is gondoljuk, hogy bármi köze van ezeknek a lányoknak. Na mindegy. Ennyi az oka ennek. Igazán. Hát kemény sorozat volt, szerintem búcsúzzunk frappánsan egy idézettel a 7. című filmből, amit ott Morgan Freeman mond nekünk. Hemingway azt írta valahol, szép ez a világ és érdemes harcolni érte. A második felével egyetértek.